Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a mai pénteki bűnbánati nap kezdetén, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be, közös ünneplésünkbe és az engesztelő áldozatba. A mai szentmisénket elhunyt Imre testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel, akit egy héttel ezelőtt hívott az örök hazába a Teremtő Isten. Gondolkodjunk el életünk jó vagy rossz döntésein, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, hogy ne csak ebben a szent áldozatban, hanem az egész napunk folyamán méltó engesztelést nyújtsunk a jó Istennek. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert védkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Királyok első könyvéből. A Kármelhegyi istenítélet miatt Jezábel királyné bosszút liheget Illés ellen. Menekülése közben a próféta elérkezett Isten hegyéhez, Hórebhez, bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Ekkor az Úr azt mondta neki, menj és a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte, amikor ezt Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang elé állt. Ekkor íme egy hang szólt hozzá, és azt mondta, mit művelsz itt, Illés? Ő ezt felelte, emészt a buzgalom az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották oltáraidat, karddal megölték prófétáidat, egyedül én maradtam meg, és most nekem is életemre törnek, hogy elvegyék. Erre azt mondta neki az Úr, eredj és térj vissza utadon a pusztán át Damaszkuszba.
és ha odaérsz, kent fel házáért Szíria királyává, Jéhut, Námsi fiát, pedig kent fel Izrael királyává, végül Elüzeust, az Abel-Mehulai Sáfhát fiát, kent fel profétává magad helyett. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájt ki és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, mint hogy egész tested a kárhozatba kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint hogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták. Aki elküldi feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét, kivéve a hűtlenség esetét, okot ad neki a házasságtörésre. És aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követel. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged. Kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban az Úristen enyhe szellő fuvallatában mutatja meg magát, ahogyan az első olvasmány szemléletesen beszámol Illés próféta Isten élményéről, nem földrengésben, viharban, vagy tűzben, vagy egyéb látványos kitörésekben, hanem szelídségben, fuvallatban szólítja meg és érinti meg az Isten az embert. Amit hallottunk, ószövetségi esemény és élmény, amit az Úr Jézus lelki síkon mutat be és igazol minden ember számára, az ő követői számára. Igazolja azt, hogy az Úristennek a mi belső világunk a fontos. Igazolja azt, amit aztán meg is ajándékoz nekünk a Szentlélek ajándékában, hogy a szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Vagyis a Szentlélek a szívünk mélyén és a belső világunkban, szívünk otthonában érint meg bennünket, itt tud bennünk lakást venni, de egyúttal ez az a hely, ahol az Istennel találkozhatunk, és rendeznünk kell életünk dolgait és döntéseit. A mai evangélium nem csak Jézus kinyilatkoztatott házasság felfogását tárja elénk,
hanem az előbbi élményt is, az Isten találkozás lehetőségét mutatja meg nekünk. Természetesen alapvetően fontos ez a kinyilatkoztatás, amely ebben az egy mondatban foglalható össze, amit minden egyes katolikus esküvői szertartásban kimondunk, amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, és eltörölte a mózesi törvényeknek nagyvonalú rendelkezését, hogy a férfi házasság levelet adhat az asszonynak, ha már nem kívánatos számára, még inkább kötelessége, ha házasságtörést, hűtlenséget követett el. Az Úr Jézus a belső szándék fontosságát hangsúlyozza. Ha meghoztuk a döntést, akkor annak megfelelően cselekszünk. Cselekedjünk, legyünk következetesek, de ugyanakkor a rossz döntés veszélyeire is felhívja Jézus a figyelmet, hogy már a bűn is, a rossz cselekedet a szívünkben kezdődik, hiszen ott van Isten. Az enyhe szellő fuvallatában ott lakik bennünk a Szentlélek. Tehát a bűnös szándék az nem akkor lesz bűnné, amikor már meg is tesszük azt, amit elhatároztunk, vagy a vágyunk nyomán valami rosszat követünk el. A bűnös vágy már bűnnek számít, mert a Jóisten jelenlétében történik. Ezért olyan jó, hogyha minden döntésünket a szívünkben, a Jóistennel való beszélgetéssel, rövid imával, lelkiismeret vizsgálattal hozunk meg, és így, ha vannak is rosszra való késztetéseink, a Jóisten segítségével el tudjuk űzni azokat magunkból, és már ott helyben tudunk tőle bocsánatot kérni, ha netán valami bűnös vágy hajtja, vezérli a szándékainkat. Kérjük a mai szentmisében a tiszta szív ajándékát, kérjük azt, hogy a Jóisten, aki az enyhe szellő fuvallatában jön közénk, tegye tisztává belső világunkat, segítse azt, hogy a rossz döntéseket elkerüljük, és engedje meg, hogy tiszta szívünkből mindig jó tettek fakadjanak. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának. Kérjük tőle hengesztelő szándékkal a mai pénteki bűnbánati napon, hogy szabadítson meg minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetségedet. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedés és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjét, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szőkelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk,
te kiérdemelted híveid számára a feltámadás és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígérete teljesülését, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te üdvözítőnk lettél, és megnyitottad a mennyország kapuját, fogadd be az egy héttel ezelőtt eltávozott Imre testvérünket az örök haza boldogságába. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. A 229-es ének 5. verszakával folytatjuk a Szent Misét. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Istenünk, vedd jó nével szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges Atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsátást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Szent vagy, szent vagy. Oh,
Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, s többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a Te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és mi elvalljuk feltámadásra, amíg. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és angyalaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, a nemrég elhunyt Imre testvérünkkel, és mindazokkal, akiket a Te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk, ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen egyes és az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megjódul az én lelkem. Szentáldozás közben a 109-es éneket fogjuk énekelni.
Kedves testvéreim, akik most otthonaitokban szeretnétek szívetekbe fogadni az Úr Jézust, mondjátok velem együtt ennek a befogadásnak imáját, a lelki áldozási imát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, a szent áldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a pénteki napra és megújuló életünkre a Jóisten áldását kérem. Mindnyájatok részére itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, imádkozó közösségünk számára, akiket most az apostol televízió szolgálata összekötött, és kérem szeretetünk növekedését is az Úr Jézus iránt, majd a befejező énekünk is ezt juttatja kifejezésre, a 144-es számú ének. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek kegyelme áll. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmú. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat tejére. Amen. Jézusom szent szíve, és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek a város szívétől.